Szeretettel köszöntöm a tisztelt nézőket a Lólépésben SAK magazin 2019. januári adásában. Újfent Varga Péter uh, hozzáértő szakkommentálásában tudom Önöknek bemutatni megyénk és a régió SAK életében történt fontosabb eseményeket. Az előző adásban beszámoltunk 2018. decemberében lezajlott csapatbajnoki mérkőzésekről, illetve egyéni versenyeken elért uh, Szabolcs megyei sikerekről. 2019 első napjaiban tovább peregtek a sakkesemények, ugyanis január 6-án folytatódott a megyei első osztályú csapatbajnokság, ahol több igen érdekes mérkőzésen vártuk az eredményeket, amely mérkőzések igen fontosak voltak a leendő végeredmény szempontjából. A megye két igen erős sak csapata csapott össze. A Dávid SC otthonában fogadta Nyíregyházán a Kisvárda csapatát. Ez a két csapat hozzávetőleg egyforma erőségű, és felváltva szoktak érmes helyeken végezni a megyei csapatbajnokságban. Nos, a az egymás elleni mérkőzés azért volt fontos, mert tulajdonképpen ez a mérkőzés igen fontos a bronzére. Várhatóan, lehet, hogy rosszul becsülöm, de várhatóan ez a mérkőzés döntötte el a bronzéremnek a sorsát. Nos, kisvárda valahogy null napon volt bioritmus szempontjából ezen a mérkőzésen, ugyanis váratlan vereséget szenvedett 6,5-3,5 arányban a Dávid SC-től. A Dávid SC-nek a, a, lelkes sakkozóit igazán csak elismerés illetheti. Megmérkőzött egymással Balkány és Fehérgyarmat csapata. Fehérgyarmat szokásosan, kisé tartalékosan tudott csak kiállni, és ez ez meg is látszott a végeredményen, ugyanis a balkániak odahaza minimális arányban 5,5-4,5-re győzni tudtak fehér gyarmat ellen. A Nyíregyházi Egyetemnek három csapata van, a Nyíregyházi Sportcentrumnak pedig kettő. Az egyetemistáknak és a Sportcentrumnak az első csapata, mint ön sokszor elmondtuk, az MB2-ben vitézkedik. A Sportcentrum második csapata, az egyetemnek a második és harmadik csapata pedig a megyei első osztályú csapatbajnokságban. Nos, a sportcentrum második csapata, az egyetemisták harmadik csapatával csapott össze, euh, mégpedig a megyeházán, tehát az egyetemistákhoz látogatott el a sportcentrum csapata. A papírforma euh, nagyarányú sportcentrumos sikert Ígért, hiszen táblánként is magasabban jegyzettek voltak a sportcentrumnak a játékosai. A papírformának megfelelő eredmény született, 8-2-re győzött a Nyíregyházi sportcentrum, ez azonban nem jelenti azt, hogy rosszul küzdöttek volna az egyetem harmadik csapatának sakkozói. Igen, harcosan és sokáig, 4-5 órán keresztül tartottak a partik, és meg kell, hogy említsem az egyetemisták részéről Nagy Bettinát, aki az előző adásukban Péter is elmondta, hogy a megyei egyéni bajnokságban igen jól szerepelt a hölgyversenyzők között, és bizony Bettina győzött a, a Sportcentrum elleni csapatbajnoki mérkőzésen is, bizonyítva, hogy évről évre igen dinamikusan fejlődik a saktudása. A sportcentrum részéről egy 9 közel tíz éves fiatalember is bemutatkozott a, a komolyabb versenysakban, A tizedik évé ez közelítő Józsa Áron elsőként fejezte be győztesen a partiát az egyetemistákkal szemben, debütált a megyei csapatbajnokságban, és olyan eredményesen, hogy villámgyorsan és sötéttel másfél óra alatt megadásra késztette az ellenfelét, reméljük, hogy így fogja folytatni a későbbiekben is. Még egy fontos mérkőzés volt a megyei első osztályú csapatbajnokságban. Megyénk egyik csapata, a vajai második Rákóczi Ferenc sportklub az utóbbi időben megerősítette csapatát néhány debreceni, illetve nyíregyházi játékossal, és igen komoly sikereket ért el a megyei csapatbajnokságban. Ők fogadták a megye legerősebb megyei csapatát, az egyetemisták második csapatát, és kíváncsian vártuk, hogy az egyetemisták a Papírformának megfelelően nagyobb arányban tudnak egyőzni, vagy pedig a vajai ö, csapat az első három táblán ö, érvényesülni tud, és hátul pedig ki tudják tartani a nyíregyházi egyetemistákat. Hát sok siker nem termett a vajának, mivel az egyetemisták második csapata 7,5-2,5 arányban le tudta győzni a vajaiakat, akik kénytelenek voltak nélkülözni első táblásukat a debreceni Kelemen Imrét, talán ez is közrehatott a nagyobb arányú vajai vereségben. Ezzel a tabella négy forduló után úgy alakul, hogy toronymagasan, több mint egy meccs előnnyel élen áll a Nyíregyházi Egyetem második csapata, második helyen áll a Vajai csapat, Harmadik helyen áll a Nyíregyházi Sportcentrum második csapata, negyedik helyen a Dávid SC, azonban a Sportcentrum és a Dávid SC egy-egy mérkőzéssel még kevesebbet játszott, tehát ők voltak már pihenősök, még az egyetemisták és a, a vajaiak még nem pihentek. Január végén folytatódik a megyei csapatbajnokság, annak eredményeiről tudósítani fogjuk a tisztelt nézőinket, most pedig szeretném átadni Péternek a, a szót hogy néhány kiváló partit mutasson be minekünk, Természetesen olyan partikat, amelyekkel a nyiregyházi, illetve a Szabolcs megyei sakkozók tudásukat bizonyítják. Mindenképp egy picit még itt a megyei csébére visszatérnék, hogy milyen nagy küzdelmek voltak most itt az utolsó fordulóban, és lehet azt mondani, hogy két és fél pont nehéz itt tavaly ellen, de egy nagyon erős egyetemista az egyetemnek a csapatával játszottak, és én úgy gondolom, hogy ez a két és fél pont nem is tűnik nagyon soknak, de ez egy tisztes és nagyon jó eredménynek számít. A kisfárdal ugye nagyon sokáig minden évben érmes helyen végzett, most egy picit talán ők is gyengébben tudtak felállni a, a Dávid ellen, és Nyíregyházi sportszerű második csapata, amelyik Ugye szépen nyert 8-2-re az egyetem harmadik csapata ellen, ahol jó részt a második felében fiatalok játszanak a csapatnak. Úgyhogy az is egy jó eredménynek számít, a 8-2, de a két pont is egy szép teljesítmény, mert a végén azért jóval erősebb játékosokkal állt ki a Sportcentrumnak a második csapata. Én úgy gondolom, hogy négy csapat között fog eldőlni. A Nyíregyházi Egyetemnek a második csapata, vagyis ugye az erősebb csapata, ők nagyon elhúzta. Ők állnak a legjobb pozícióban, négy forduló után. Ugye itt a többieknek a második, talán a legjobb pozícióban a Nyíregyházi Sportcentrum második csapata áll, és akkor ugye ott a Dávid SC is nagyon-nagyon jól áll. És a vaja is. És a vaja is. És a vaja is. A kis fár, de most egy picit ugye hátrébb csúszott, de ők is egyre kevesebb mérkőzést játszottak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy izgalmas, jó megyei bajnokságot fogunk látni, ahol még az érmes helyek nagy harc fog folyni mind a négy csapat részéről. Úgyhogy Uh, ennyit szerettem volna még itt értékelésként a megyei bajnoksághoz. A nagyon sok fiatal, említettem, nagyon sok fiatal tud játék lehetőséget kapni, és innen uh, lehet egyet egy még magasabb szintre lépni, ugye már nb nemzeti csapatbajnokságban is játék lehetőséget kaphatnak ezek a fiatal játékosok. Ez természetesen így van, hiszen mind az egyetemisták, mind a sportcentrumnak a játékosait egy-egy fordulóra úgy rakják össze csapatba, hogy főleg a megyei bajnokságban minél több ifjúsági legyen. Most, ha jól számolom, a Nyíregyházi Sportcentrum csapatának legalább fele volt ifjúsági játékos, akik az egyetemisták harmadik csapatával játszottak, és az egyetemisták között is igen nagy arányban voltak jelen ifjúsági játékosok. A megyei elsőosztályú csapatbajnokságban lehet betenni azokat a hegyespejű ifjú titán játékosokat, akik komolyabb versenysakkozóvá növik ki magukat. És előbb-utóbb, ha dinamikusan fejlődnek, az nb 2 ben is debütálhatnak. Tehát mondhatjuk úgy, hogy a megyei első osztályú csapatbajnokság egy, egy saknevelő csapatbajnokság, egy sakpalánta nevelő csapatbajnokság, ahol ki tudnak tűnni a fiatalok, és persze a csapatokba kell néhány erősebb felnőtt, idősebb játékos, akik tartják a frontot a, a, az ellenféldel és így adnak lehetőséget arra, hogy a, a fiatalok, még ha ki is kapnak, de egy-két év múlva már nyerni fognak a saktáblán. Ismét az MB2-ből szeretnék bemutatni, ugye a lehetőségünk lesz és időn két partit. Az egyik ugye Pozsonyi Istvánnak a játszmája lesz, aki sötéttel, nagyon jó taktikus állásban verte szét ellenfelét, Orbán Vaszilét. Uh, ugye ez egy, ez egy, rangadó volt, uh, ugye, ahol ugye a Hajdú Szoboszló a kiesés ellen próbál meg ugye, menekülni, és, a, és az egyetem pedig, Nyíregyházi uh, Egyetemi Csapat pedig, uh, ott is a célkitűzés az, hogy, uh, hogy uh, a csapatukkal, tehát elkerüljük ezt a veszélyes zónát, de ezt már elég sok pontot gyűjtve, tehát bőven elkerülték. Inkább középcsapatok közé törekszik az egyetem. <laughs> igen, 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 és itt ez a part is megmutatta, hogy milyen nagy különbség volt a két csapat között. Hadd tegyem hozzá, hogy a, a világos színekkel játszó hajdúszoboszló játékos Orbán Vasil Györgye tulajdonképpen ö, magyar ember. Én úgy tudom, hogy egy sebész főorvos Romániából, Erdélyből jár át Orbán László György főorvos úr ö, sakkozni Magyarországra a hajdúszoboszlói csapatba. És ö, ö, van, amikor sikeres, van, amikor kevésbé sikeres. Szerencsétlenségére most Pozsival, magával Pozsival akadt össze, aki a Grünfeld védelemnek nagyon jó ismerője, és talán ezért is tért el az elmélettől a világos figurákat vezető hajdúszoboszlói játékos. Igen, túl sok kockázatot vállal. d 4 kezdett fehér, amire Huszár f 6 folytatta fekete, c 4 ott a világos G6 következett, és Huszár C3-ra pedig D5-tel, ugye a Grünfeld védelemben találtuk magunkat, amire világos egy nagyon igénytelen változatot játszott, amit Fekete elég szépen büntetett meg. C5 D5, ez egy jó lépés, ez ugye középképző változat lenne, Huszár üti D5, következett, visszaütötte Huszárral ezt a gyalogot Fekete. És ugye itt E4 lenne, a legjobb lépés, de van Huszár F3, sok lépés van, van G3 is. Futó D2 sok minden, de d 4 a fő 2, Igen, sőt, vannak olyan meglepő lépések, mint Huszár A4 is. Nadanyan. Tehát itt, e, itt sok változat van. n 4 a középképző e, változat, az a, az egyik legnépszerűbb változat. Ejjel üti D5-öt játszott a világos, ugye ami, ami már pontatlan lépés, mert konkrétan a vezér jön a centrumba a vezérrel ezt visszaütötte, és nagyon jó támadó pozíciót vesz fel a vezér innen, és hogy nem nagyon tudják elzavarni ugye a vezért D5-ről. vezérüti D5 következett, amire Huszár F3 jött, és futó g 7 folytatta a fejlődést fekete, mire futó F4 érkezett, de még nincs probléma, elsáncol fekete, ugye, és ott hagyta, c a gyalogot. Na most itt valószínűleg E3 lett volna a legjobb lépés, sőt, a legbiztosabb lépés, és folytatni kellett volna a fejlődést világosnak. E3-mal kifejlődve, majd a futót és elsáncolni. Fe Fehérít futóti C7-tel óriási kockázatot vállalt, és valószínűleg ez egy rossz lépés is. 20-ára ugye azonnal tempót nyert fekete, megtámadta a C7 futót, következett 20 a 6 amire futó f 4 je ugye vissza, épett világos, és futó f 5 tel kifejlesztette utolsó figuráját is fekete. Most, ha megnézzük az állást, ugye még az A6 ló, amelyik nem áll annyira fényesen, de az is B4-re fog érkezni majd, és, és gyakorlatilag minden tiszt, jó jól áll, két bástyát c 8 -ra, D8-ra rakja fekete, fehér meg nagyon-nagyon elmaradt a fejlődésben, mindezt egy gyalogért. Tehát ezt szoktuk ugye nagyon sokszor mondani, megtanítani, hogy egy ilyen gyalogér ugye nem érdemes ennyire a fejlődésben elmaradni, mert azt a jó játékosok vagy tudják, azt hogy kell kihasználni az óriási fejlődési igen, és ugye Ez a parti meg is fogja ezt mutatni. Hát nagyon nehéz jó tervet találni, most A3-at lépte, ugye ez azért volt, hogy a huszár B4-et kivédje. Mert huszár b 4 szinte védhetetlenül fenyeget Huszá C2 sakk és bástya. És Ennek a... az A2 gyalogot is támadom, ugye, hogyha bástya c 1 jönne, ugye, és bástya c minden, minden, Hát bástya a C8, ugye, nagyon logikus lépés, ugye, nyílt vonalra helyezzük azt a bástyát, és azonnal ott C2 pont felé szeretne bemenni az a bástya. Bástya a C8. Tehát amíg világos, az egyetlen gyalogért még kénytelen gyaloglépéseket tenni a király középerreket nem dolgoznak a bástság, nem dolgozik az efegyen álló világos futó, azért az egy satnya parasztért sötét szint a teljes hadereit kifejlesztettem már. Ezt nem szabad felvállalni. E3 következett, ugye mire bástya C2-vel azonnal, amiről beszéltünk, ha a bástyával el lehet foglalni a második sort, azt el kell foglalni. Futó D3 következett, ugye, fejlődjön. Na most uh, szívesen adná vissza a gyalogot, ugye, elfutott D3, vezérőti D3, bástyűti B2-vel világos, hogy elsáncolhasson, de fekete itt azonnal a taktikai útra tereli a, a, az állást, és vezér a sakkal egy nagyon szép közbeiktatást hozott létre. Ugye itt két lehetőség van, az egyik az, hogy a királyjal ellépek, és akkor ugye Sánc nincs, a 1 bástya ugye f tudok csak ellépni, a 1 bástyával e, nehezen fogok tudni játékba jönni, és egész egyszerűen utána ütöm le vagy a futót, vagy a gyalogot, és ott a másik bástya is érkezik majd a C-vonalra, egy C-2-re. Ezt nem akarta felvállalni, inkább b 4 érkezett világos. De ez megint csak konkrétan hibáztatható. De... Szép kis taktikai <laughs> Igen. szúrás. Ez az, amit ugye látni kellett, hogy itt Huszárüti B4, ez egy nagyon-nagyon erős lépés volt. Ami következett. Tehát nem üthető a bástya. A bástya hát, nem üthető, mert az Huszárüti mert a C2. Huszárüti C2 sakka a lótól, sakka vezértől, elszáll akkor már ugye az A1 bástya is, tehát kamatos túl jön vissza az anyag. Igen, 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 igen. Itt pedig Ugye itt azt kell látni, hogyha pedig visszaütne a gyaloggal a lovat, akkor pedig valószínűleg ott vezérüti B4 lenne ugye a legjobb lépés. És, és, nagyon legy. és utána ugye leütöm a futót, majd vezér B2-vel ott F2, G2, a második soron ott végigüt mindent sötét. Tehát azt kell látni, hogyha leütné a lovat, akkor vezérüti B4, király F1 van csak, Futőti D3, vezérüti D3 és mondjuk vezér B2, az ott az A1 bástyát támadja, az F2 gyalogot, meg a G2 gyalogot ott azonnal vinni. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy ott azt nem nagyon lehet ott kitartani. Futőti F5-öt lépte, ami szerintem egy hiba volt. Tehát ez attól függetlenül ez nem volt egy jó lépés, mert itt Huszár D3 kettős sak, ugye Huszár és a vezér is tartja egyben azt a fehér király csakban. Ezt csak úgy lehet védeni, hogy a kettős sakkot, hogy a király ellép. Király f 1 tudta kivédeni, amire bástyűti F2 sakkal ugye egy újabb közbeiktatás jött, király G1 jöhetett. Király g 1 tudta megint csak ezt a sakkot kivédeni, amire pedig vezérüti f föttel, megvédte a D3 lovat, ez a fekete vezér. Következett huszár E1, ugye hogyha a ló leütni az E1 lovat, akkor ugye az F2 bástya ott ragadna, de ugye erre jött ismételten egy szép taktikai motivum, bástya F4, fantasztikus lépés. Ugye az értelme egyértelmű, hogy visszaüti a akkor futó üti D4, majd ugye az A1 bástyát ott visszaütöm. És vezérüti D3 következett, amire vezérüti D3, ma ugye lebonyolított egy teljesen nyert állásra fekete, huszárüti D3 jött, egy újabb taktikai motívum Bástyőti d 4 egy újabb gyalogot vitt el, és így már két gyalog előnye egy teljesen nyert végjátékra. Tehát nem lehet leütni a, a bástyát, mert arra a G7 futó ütné le a D4-re kerülő gyalogot, sakk, és övé lenne még majd a bástya is. És akkor már három gyalog előnye. Milyennek könnyedén fekete. 20 F2-t lépte, Amire bástya a négyel folytatta. Tehát innentől kezdve, ugye ha megnézzük a H1 bástya, még mindig nem játszik. Tehát gyorsan euh, én csak annyira törekednék, hogy lehúznám a partit, fekete teljesen nyelve van. Tehát maga a technikát érdemes csak megnézni. Tehát a, a gyönyörű áldozatok, a király szétszedése az már megtörtént. Bástya a kettő jött, amire bástya C8-a nyílt vonalra helyezte. Dolgozni kell a, a bástyáknak. Huszár D1 következett mire Bástya A-ról C4-re jött, király F2, Bástya C2. Egy nagyon fontos alapelv, ha anyagi előnyben vagyunk, cseréljük a figurákat, akkor még könnyebben, meg még kevesebb sanszot adunk az ellenfélnek. És kisé magányos lesz az A3 gyalog is. Igen. Bástya Mételet. C2, Bástya üti C2, király F3, Bástya A2, hogy azonnal a gyenge gyalogot megtámadjuk, Huszár F2, Bástya üti A3, ugye Bástya C1, futó F6, ugye királynak helyet adunk, Bástya C7, B6, Huszár E4, király G7, Huszár F2, futó G5, hát itt már feladhatná, de ugye csodában bízik világos, Huszár D1, Bástya D3, király E2, Bástya A3, H3, futó F6, király F3, és elindult B5 gyaloggal, bástya B7, A6, ugye a plusz gyalogunkkal elindulunk, G3, bástya A4, huszár F2, ugye B4, huszár D3, A5, E4, bástya A3, és én úgy gondolom, hogy itt ezt nincs értelme. Hát király E2-vel ugye még meglépte, Bástya A2, sak, most már húzzuk le, király F3, futó D4, Bástya üti E7, Bástya D2, Huszár E5, Bástya F2, sak, király G4, B3, Huszár F3, B2, Bástya B7, Bástya üti F3, király üti F3, A4, Király nem tudja megfogni az két gyalogot. A3, Király D3 és A2-vel. Maga nagyon szép a végállás, ugye, amikor ez a két gyalog itt a, eléri a, szinte az utolsó sort, ugye fehér e, állásában, és akkor így gyakorlatilag ugye vezér lesz. Ezt már Orbán főorvosó sem bírta ki, ha nem kezet nyújtott. Igen. A Második játszmát egy állással kezdenénk, ahol a Miskolci rangadóról szeretnék egy nagyon érdekes állást bemutatni. A Pribelszki Bence fiatal tehetséges játékos játszott fehérre, és fekete vacsíja András játszott, aki, aki ugye elmében rosszabbul állt egy picit ebben az állásban, de ugye a 40. lépésnél beadta ezt a 20 2 sakkot, és ugye sikerült kihozni ezt a szerkezetet, ezt az állást, ahol ugye a fehér ugye király fegyet lép, tehát valószínűleg 20 g 3 sakkal azonnal döntetlenre kellene adni ezt a partit, örökös sakkal, ugye 20 g 3 király f 20 g 3 tehát 20 2 és akkor gyakorlatilag ez a parti döntetlenül végződhetett volna, akkor is ugye hat és öt és félre nyert volna a csapat. Tehát ez volt az utolsó, még folyamatban lévő parti, és nyilván Bence látta, hogyha döntetlenre adja, akkor a Miskolc kikap minimális arányban, tehát kockáztatott azért játszhatta tovább. Azért Igen, tehát több, több, partiban is jól látunk, tehát ugye ez tartotta legtovább ez a parti, de itt nagyon-nagyon sokat gondolkodott, mint itt játékos. Itt a, a játékosunk itt legalább egy 40 percet gondolkodott, hogy ugye, meg világos király h et lépte, és ugye nem ment bele ebbe a király f az örökös sakba, hogy itt most mit lépjen, hogyan folytassa. Mert ugye Huszár G3-mal tartja az örökös sakkot, és Huszár E2-vel, vagy esetleg ugye itt az idő zavarban, vagyis ugye kevesebb idő mellett, ugye megpróbálja ennek a huszárnak az erejét kihasználni, és ugye esetleg matra játszani, és nagyon jól döntött, mert ugye kevés idő mellett nem találta meg objektíve egyenlő állásban a legjobb lépéseket fehér. G4, egy fantasztikus lépés, ugye ez a G4 lépés, az az értelme, hogy ugye ha ezt leütné fehér, akkor ugye H3 lenne az alapötlet, és ugye ott nagyon nehéz lenne kivédeni a huszár G3-sakkot, és H2 mattal fenyegetne fekete, Úgyhogy, és a király G5, király g és azonnal jönne mindenféle figurával fekete, és kis anyag mellett is mathálót szeretne szűni itt a, fehér királynak. Úgyhogy ezért futó G2, ez egy jó lépés volt, amire 20 F4 következett. Itt a gép sok mindent mond, tehát azonnali C6 is nagyon érdekes lépés, és ugye 20 G2 lett C7, tehát azonnal vinni a gyalogot, és ha Bástya C2-vel ezt megakadályoznánk, akkor pedig ilyen Bástya E2-vel ugye itt, itt, a döntetlent lehetne ugye könnyedén elérni. Most futó f 1 ugye már itt egy picit pontatlan lépés következett, amire g H3 jött, és ugye most az a terv, hogy a király a fejön G3-ig fekete, és ugye így akar ugye előrébb menni, c 6 ta ugye fehér megindult, amire Bástya c 2 ugye megfogta ezt a gyalogot, hogy ne menjen tovább. Bástya E3, talán még ez is egyenlő, de ez már egy picit pontatlan, mert elengedte az alapsorát, tehát ott hagyta fehér az alapsorát, és Bástya C1 következett. És innentől kezdve már nagyon-nagyon nehéz jó tervet találni fehérrel. Bástya F3-mal még ugye megvédte a futót, megtámadta a lovat, de király G5 megérkezett, Amire C7, ez konkrétan hiba, időzavaros hiba, mert király G4 után itt már gyakorlatilag nyert állása van. Feketének Bástya F2 következett, amire király G3, és ugye ezért is volt érdemes ugye tovább játszani, mert Bástyával most nem tudok jó helyre elmenni, C8 vezér következett, amire Bástya üti C8 jött, király G1 érkezett, és Bástya c 1 je ugye azonnal vissza kötés B4, jött itt H2 is jöhetett volna, Huszár d 5 lépte, Bástya H2, Bástya üti F1, Király üti F1, Király üti H2, B5, Király G3, Király G1, H2 sak, Király H1 és Huszár F4-jel, ugye ment a mathoz, B6, Huszár H3, B7, és még, még B8 sak vezér előtt 20 f 2 matra érkezett, úgyhogy egy nagyon szép végjátékot láthattunk feketétől, és az aktív játéknak a diadalát. Ugye király f egy azonnal döntetlenbe kellett volna, ugye király h az egy pontatlan lépés volt, ha bár még az is egyenlő volt, de ott hibázott világos már utána. Tisztelt nézőink ezzel a szép győzelemmel ért véget decemberben a Miskolc Nyíregyházi Sportcentrum tétmérkőzés, ami igen fontos volt az MB2 bajnoki címe szempontjából. A nyiregyháziak nyerték ezt a mérkőzést 7 -re. Külön gratulálunk az egész csapatnak. Elfogyott a műsoridőnkkel, el hogy búcsúzzak önöktől. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!